Kucska Zsuzsanna a vendégem, a Terézvárosi Gyermekkönyvtár vezetője. Szeretettel köszöntelek. Jó estét kívánok mindenkinek. Megmondom őszintén, hogy mostani időszakban nagyon kevés időm marad olvasni. Viszont egy picit, amikor itt a beszélgetésre készültem, elgondolkodtam azon, hogy alakul a könyvtárak sorsa a mai fölfokozott, fölgyorsult életünkben. Egyáltalán van Magyarországon, vagy Budapesten a Terézvárosi Gyermekkönyvtáron kívül gyermekkönyvtár? Hát mi a fővárosi Szabó Ervin könyvtár hálózatához tartozunk, és mi vagyunk Budapesten az utolsó önálló gyerekkönyvtár. Erre nagyon büszkék is vagyunk. Mi 1961-ben nyitottuk meg a kapuinkat az olvasóink előtt, és most is várjuk a gyerekeket. Ugyanabban a környezetben, 347 négyzetméteren, tehát nem csökkentesen. Könyvállományunk egy kb. 25 ezer kötet, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon szép anyagból válogathatnak a gyerekek. A legtöbb olvasónk, aki betér, az a kerület, a Terézváros lakója, de jönnek vidékről is, Gödről, Isaszegről, tehát a környező településekről is. Az állományunk olyan jó, hogy ezért érdemes beutazni ide a belvárosba hozzánk. Mennyire kellett megváltozni a könyvtárnak, nem területileg, alapterületileg, inkább szemléletben, szemét lett formálás, virtualitásban ahhoz, hogy az a mai gyerekeknek, akik 3-4 éves korban mobiltelefonokat kezelnek, applikációkat töltenek le, amit én magam nem tudok, ők úgy kezelik ezeket, hogy az valami döbbenet. Tehát ővelük meg kell szeretetni, ettől függetlenül az, hogy egy könyvet vegyél a kezedbe, hogy amikor olvasol, igen, akkor nem kinagyítom a kis okoskészüléken azokat a sorokat, hanem igenis egy könyvvel bekuckolódni egy sarokba, vagy az anyuapu ölébe, az egy jó dolog. Igen. Most a könyvtárunk, azt kell, hogy mondjam meg, egyáltalán az ország könyvtárügye nagy dilemmák előtt áll, hogy a virtualitás, amit szóba került, illetve a közösségi tér fogalma került a mi szakmaiságunkba, középpontba, és mi ezt a közösségi teret emeljük ki, mert úgy gondoljuk, hogy azok a szülők, akik otthon kézbe vesznek könyvet, vagy netalántán a neten, az interneten keresik ki, hogy melyik legyen az a könyv, amit a gyerek kezébe adnak, akkor itt ebben a könyvtárban, meg a többi ilyen helyen lehessen ezt megtenni. De ugyanúgy igény van most arra, hogy nem csak a neten olvassunk könyvet, vagy esetleg tableten, hanem hogy a könyvtárba is jöjjünk, és a könyvtárban direkt olyan kis terek vannak kialakítva, ahol a különböző korcsoportú gyerekek el tudnak vonulni, hiszen egy 3 éves még játszik egy kicsit, nem olvas, neki olvasnak, szülő vagy nagyszülő, aki ott van vele, vagy pedig a kamaszok, akik azért szeretnek elvonulni és úgy beszélgetni, hogy ezt azért mi ne halljuk, ne lássuk, és van, aki pedig tanul. Tehát rendben, hogy van az internetes feladat, de azt azért meg lehet csinálni a könyvtárba is. És ez a gyerekkönyvtár itt mindenre ad helyet. Külön terei vannak. Az egyik gyerek mondta, hogy Zsuzsanéni, van itt egy kis játszótér, de tényleg, ahol a mesekönyvek, képeskönyvek vannak, hátul van egy ilyen pici kis téli kert jellegű, van egy szalonrész, és van egy olvasóterem. Tehát a különböző korcsoportok, illetve aki valami más szeretne csinálni, az el tud vonulni. Természetesen nálunk is lehet az internetet használni, és van játékgépünk is, de miután otthon megnövekedett ennek a megléte, ennek a használata sokkal kevesebb, mondjuk, mint 10 évvel ezelőtt volt, amikor sorban álltak, neveket kellett felírni, fél óránként váltani az időpontokat, ez most már azért így nincsen. Mennyire élő ma az, hogy a gyerekek bemennek a könyvtárba, és könyvet kölcsönöznek ki. Egyáltalán a könyvtárnak a kölcsönzési jellege működik-e még? Működik, sőt, emelkedő tendenciát mutat országszerte. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy igény erre, hogy könyvet otthon olvassunk, útközben vagy bárhol, és ezt a könyvtárból tegyük. Ugye én sokszor szoktam mondani a szülőknek, hogy nem kell minden könyvet megvenni a gyereknek, hiszen van egy könyv, amit esetleg elolvas 3-4-szer, de van, amit csak egyszer. Tehát akkor ezt ki lehet kölcsönözni a könyvtárból, visszavinni, közben megtanulja, hogy vigyázzon a könyvre, ne firkáljon bele a könyvtári könyvbe, vagy egyebek, és akkor utána azt is megtanulja, hogy van egy határidő, ő felelősséget vállal, tehát ennek van pedagógiai vonzata is, nem csak az, hogy örömtelen
amiben olvasunk valamit, és az iskolai feladatokhoz is azért sokszor nagyon jó, ha könyveket visznek be a gyerekek, és nem csak az internetről töltenek le képeket, hanem búvárkodnak, hogy ki, milyen szerző mit írt, miben különbözik, egyik lexikon ezt írt, a másik azt. Tehát, hogy egy kicsit a gondolkodás módjukat is befolyásolni, hogy kritikusan nézzenek meg minden ilyen információt, hiszen az interneten sem biztos, hogy minden úgy van, ahogy ő azt ott elolvasta. Tehát, hogy ezt egy kicsit, ezt a kritikai szellemet erősíteni bennük. De megvan ez az igény, hogy otthon, ahogy volt ez a kuckos olvasás, vagy anyu-apu ölében, de hogy mennyire probléma ez mindenütt, megjelent már olyan kis könyvecske, hogy az a cím, hogy ez egy könyv. Tehát, hogy ezt olvasni kell a könyvet, lapozni kell, és megmutatja azt, hogy miben különbözik a mobiltelefontól vagy a számítógéptől. De azt kell mondanom, hogy van egy nagyon nagy réteg a szülők között, a fiatal szülők között, akik az interneten figyelik, hogy mik a megjelenő legújabb, legjobb gyerekkönyvek, akár magyar, akár külföldi, és azoknak az ismeretében jönnek és kölcsönöznek. Sőt, miután online katalógusunk is van, otthonról meg lehet nézni, hogy az a könyv éppen bent van-e, vagy ki van kölcsönözve. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon jó dolog, és miután a 10 év alatti gyerekek olvasójegyével is lehet másik könyvtárba menni. Ha Budapest másik pontján látja, hogy ez a könyv mondjuk egy Berg Judit tündérnaptár, nálunk éppen nincs bent, de mondjuk a legközelebbi könyvtárba, 7. kerület Rottenbiller utca, bent van, akkor ezzel a jeggyel el tudod menni. Tehát egy réteg azért mobil, és uh-huh. jön-megy a könyvek után, és nagyon figyeli. És van egy nagyon nagy réteg, aki csak új könyvet viszel. Tehát nem akar régi, bekötött könyvtári könyvet vinni, azt mondja, hogy neki csak az új. És olyan is van, aki nem akar könyvtári kötésben, mert hogy az már sok embernél volt, azt ő nem szeretné. Tehát, hogy nagyon érdekes megfigyelni, hogy milyen olvasói szokások igen. is vannak, nem csak az irányban, hogy mit olvasunk, vagy mennyit járunk könyvtárba, hanem hogy hogyan és mit veszünk a kezünkbe. És ezt nekünk figyelembe kell venni. Ez egy érdekes dolog, hogy mondod, hogy van, aki csak újat akar a igen. kezébe venni. Én meg azt gondolom, hogy milyen nagy dolog elvinni egy régi könyvtári bekötött könyvet, és azon elgondolkodni, hogy úristen, hány évtizeden keresztül hány ember igen. forgatta ezt már a kezébe. Vannak erre vonatkoztatva statisztikák egyébként? Hát azt vezetjük, hogy mennyit kölcsönzünk egy kötetet. Régen ugye könyvkártya volt, most már minden számítógépen van, van egy Corvina kölcsönzési rendszer, és abban vissza tudjuk keresni, hogy egy-egy példányt mikor kölcsönöztek és hányan, tehát erre vannak adatok. Volt egy ilyen, amikor visszakerestük, hogy melyek a legsikeresebb szerzők, magyar szerzők, ugye Marék Veronika, Bartos uh-huh. Erika a legkisebbeknél, akik vezetnek, de nagyon sok olyan szerző van, akit ma a régiek nem ismernének, tehát mondjuk ha én nem lennék könyvtáros, akkor lehet, hogy én se tudnám, hogy kik ezek a szerzők. Jók a mai szerzők? Nagyon, nagyon. Hát például Lackfi az egyik legjobb szerző, Varró Dániel, tehát nagyon jó szerzők vannak, jó könyveket írnak, de Berg Judit Ruminie, ugye óriási siker, megjelent most már egy színdarab, sőt egy játszótér is el van róla nevezve, tehát én azt gondolom, hogy tartjuk a versenyt, és nagyon sok esetben jobbak is ezek a gyerekregények, mint esetleg egy külföldi, és vissza is esett már az, hogy csak az angol irodalom felé fordulunk, hanem most már megjelennek akár török gyerekregény, akár más népek gyerekregényei is, és most már olyan témák is vannak az olvasók rendelkezésére, amik a tabu témák. Erre több sorozat is szól, a Magas Feszültség, a Mórá kiadónak a Tabu sorozata, ami olyan kérdéseket feszeget, mint a másság, esetleg börtönviselt szülők, tehát olyan problémák, amikről nem szívesen beszélünk, nem beszélünk, de azért mindenkit foglalkoztat, és a gyereknek egy ilyen olvasmányélmény esetleg segít a feldolgozásban. Hogyan lehet az iskolákkal együtt dolgozni, együtt tevékenykedni? Azt említetted, hogy a legszorosabb ugye tervizárossal teljesen természetesen. Mennyire divatosak ma a könyvtári órák, illetve a kihelyezett irodalom órák? Hát ez most megváltozott, ez most nem olyan jellemző. Viszont itt a kerületben azt kell mondanom, hogy nagyon jó iskolai könyvtárak és könyvtárosok vannak. Mi tehát az iskolákon belül is. Így van, van iskolai könyvtár, nagyon jó könyvtáros tanárok dolgoznak ott. Mi minden évben 2-3 alkalommal megbeszélést tartunk, hogy mik legyenek az ezévi terveink,
és évek óta megrendezzük a mesemondó versenyt, ami óriási siker. A kerületben mindig részt veszünk a Bot Péter könyvtár használati versenyen. Ennek a kerületi kérdéseit azt a mi könyvtárunk állítja össze, és az iskolákból jönnek a gyerekek, és van egy nyári tábor, amire várjuk a gyerekeket, egy egyhetes bejáró tábor a környező iskolákból, illetve az a típusú irodalomóra, amire te gondolsz, az most már így nincs, minden programhoz pályázni kell. Tehát ha valamit szeretnénk, akkor azt valamilyen módon meg kell pályázni. Nemzeti kulturális alap, a kerület, tehát sokféle lehetőség van, de ehhez pályázni kell. És mi, miután mi a Szabó Ervin könyvtár része vagyunk, mi együtt tudunk pályázni. Tehát mi külön, mint Terézvárosi Gyerekkönyvtár nem tudunk pályázni. Hogyan lehet rászoktatni, illetve ránevelni a gyerekeket az olvasásra? Most, mint könyvtáros, mint könyvtárpedagógus kérdezlek téged. Hát nagyon sok módszer meg ötlet van, mindenfélével próbálkozunk. Van kis rejtvény, amit a Terézvárosi Polgári Kör állít össze, ő tart kézműves foglalkozást, amihez készítünk kis irodalmi ajánlást, hogy milyen műveket olvassanak. Van egy honlapunk, ahol lehet különböző ajánlásokat látni és olvasni. A gyerekkönyvtárosok is ajánlanak könyveket a gyerekeknek meg a szüleiknek, tehát egy ilyen módon is. Aztán vannak mindenféle játékos foglalkozások, irodalmi játékok, sok születésnapi ünnepség van, amit kiegészítünk irodalmi és zenei játékkal, tehát hogy aki bejön egy kicsit ünnepelni, az azért mégis akkor utána visszatérjen és kölcsönözzön könyveket, vagy bejöjjön a könyvtárba és ott olvasgasson. És hogyha mint szülőt kérdezlek meg, hogyan kell otthon ránevelni a gyermekeinket az olvasásra? Hát nekem nincs egy gyerekem, de ha lett volna, akkor azt mondanám, hogy példamutatással. És volt egyszer egy nagyon kedves... Na tessék, gyerekkönyvtáros gyerekek. Igen, de sok gyerekem van, több száz, meg több Igen. ezer az elmúlt 40 évben, mert ugye pénteken volt, 40 éve dolgozom. De én azt gondolom, hogy a példamutatás nagyon fontos. A családon belül az anya szerepe mindig a meghatározó, hogy lesz-e valaki olvasó vagy sem. Ez el is dől olyan 10 éves koráig a gyerekeknek általában, akkor jön egy átmeneti szünet, de bárhol lehet olvasni. Tehát én azt mondom, hogy a strandon, ha eveznek, akkor is. Tehát minden helyzetben lehet vinni könyvet. Ha saját könyv és vizes lesz, az se baj, bár könyvtári könyvek is szoktak vizesek lenni, tehát sokan olvasnak a kádban, meg evés közben, tehát ezt tudjuk. De nem baj, ez se gond. És hogy mindig legyen a szülőnél könyv, tehát elmegy az orvoshoz, utazik a héven, akkor lehet felolvasni, lehet könyvet nézegetni, beszélgetni, hiszen a statisztikák szerint naponta kb. 7 percet beszélget egy szülő a gyerekével, ami szerintem a nullával egyenlő. Igen, igen. Nagyon kevés. Itt közben látjuk a képeket a gyerekkönyvtárról és igen. a kockókat. Az előbb már láttuk a gyermekeknek a munkáit a falon. Igen, minden évben van. 61 óta van minden évben a kerületi iskolák rajzversenyének kiállítása. Ez éppen a gyereksarokban egy pici gyerek. Sokféle játékunk is van, bábokat lehet kézbe venni és játszani, van pici kis konyha, ugye a kicsik szeretnek így pakolgatni, hol arra is berendezni. Nagyon szeretjük a virágokat, és az olvasóink is nagyon szeretik ezeket. Sokszor bejönnek, fotóznak, kérnek belőle. Rengeteg külföldi, aki elmegy a téren, az megkérdezi, hogy szabad-e képet készíteni a könyvtáról, mert nagyon tetszik mindenkinek. Ugye a szalon rész, az, hogy van egy ilyen elbújható téli kert a gyerekeknek, az megragadja a kint lévőket is, mert Igen. ahogy elmennek és belátnak, hogy épp csinál valaki valamit, akkor az úgy kert csináló, és akkor készítik a képeket. A sakkot nagyon szeretik a gyerekek, úgyhogy ez egy jó ötlet volt, ez egy nemzeti kulturális alappályázati pénzből vett sakkasztal. Nagyon szeretnek játszani rajta a gyerekek. Hát látni, hogy azért a mobiltelefon közben is van. Én ezért nem haragszom egyébként sohasem, mert én azt gondolom, hogy azzal, hogy már valaki eljött ide a könyvtárba, akkor majd szépen beleszokik, hogy hogyan kell halkan csendben beszélgetni a gyerekemmel, nem átkiabálok neki, hanem legugolok mellé, és úgy beszélek. Tehát én azt érzem, hogy egy kicsit a szülők úgy tanulják egymást meg azt, hogy hogyan kell közösségben viselkedni, mire kell figyelni,
könyvtárban halkan csendben lenni, azért nem úhatatlan a zaj, mert a kicsiknek van egy hangjuk, azt nem is kell, hogy visszavegyék, de hogy azért az úgy, igen, az egy jó, hát nem minden felnőtt örül neki, de hát én azt szoktam mondani, hogy ez egy gyerekkönyvtár. Ezt örülni kell, hogy itt vannak gyerekzajok meg hangok, és akkor ezt lehet így látni, hogy szeretik az emberek. Régen volt egy cica is a könyvtárban, másfél évig, imádták a gyerekek, volt olyan gyerek 3 órát várt, hogy felébredjen a cica, és akkor ő a könyvek között elbújt, ott keresgették, tehát mindenfélével lehet a gyerekeket bevonzani a könyvtárba, meg rávenni az olvasásra. Mert én azt gondolom, hogy az már, hogy egy könyv van a kezében, az az első lépés. Sok gyerek például eljön a könyvtárban, elhozza a szülő vagy az iskolával érkezik, mert olyan is van, hogyha van egy ilyen közös foglalkozás, és utána ő bejár, és sok gyerek ott marad egyedül. Szülő elmegy, intézi a dolgát, a gyerek ott van, olvasgat, számítógépezik, játszik. És azt gondolom, hogy ez nagyon jó. Egy olyan helyen van, biztonságban, védelemben, nem az utcán, és mégis valamit tanul közben, óhatatlan, észrevétlen, nem is kell ezt tudatosan csinálni, de megtanulja, hogy hogyan használja a számítógépet, milyen, még abba is segítünk, hogy milyen játékokat játszon, vagy milyen oldalakat nézzen. Tehát, hogy ezért ebben a felelősségünk is nagy, de viszont sok örömünk is van benne. És egy kicsit a tanítás is, de azt meg a gyerekek nem veszik észre, legalábbis remélem, hogy ezt nem veszik úgy észre, hogy ez olyan direktbe erőltetettem menne, de azért megpróbálunk mindenkinek egy-egy pici valamit megtanítani, vagy felhívni rá a figyelmet. Picit térjünk vissza magára az irodalomra. Ugye a Magyar Kultúra Napja környékén Igen. vagyunk, és sőt, hát van még egy apropó is, hogy Kucska Zsuzsa a vendégünk, hiszen szombaton volt egy kiállítás megnyitója, következő vendégem pont ennek a kiállításnak az alkotója. Ugye, ahol a Terézváros szobrait, köztéri Igen. szobrainak a fotóját készítette az alkotó. Tehát nagyon sokféle rendezvénnyel próbáljátok, nem is azt mondom, hát egyszerűen sokféle rendezvényt kínáltok a látogatók számára. Azonban a Magyar Kultúra Napjával kapcsolatban is gondolom, hogy vannak rendezvényeitek, illetve a különböző úgymond évfordulókhoz is próbáltok kötődni. Itt önállóan tevékenykedtek, vagy van a Szabó Ervin Országos Könyvtár Hálózatnak egy központi trendje, amit követni kell? Tehát mennyire van meg itt az önállóságotok? Hát ez többes kérdés, úgyhogy megpróbálok külön válaszolni. Tehát van saját programkörünk mindig. Tavaly körülbelül 104 rendezvényünk volt, amiben nagyon sok irodalmi is volt, de volt kézműves program, a tábor, tehát sokféle az, amit nyújtani tudunk. Ahhoz, hogy irodalmi foglalkozás, író-olvasó találkozó és egyéb legyen illusztrátorokkal való találkozás, ezt egy, van egy nemzetközi gyermekkönyvek tanácsa szervezet, velük csináljuk, ő révükön, mert ugye ez is pénzes dolog, tehát ezt nem lehet kihagyni, az ő révükön tudunk költőket, írókat meghívni, akik részt vesznek a programjainkon. Szabó Ervin könyvtárral közösen is vannak programok, de nem kell nekünk azt csinálni, ami egy központi, de csatlakozunk sok mindenhez. Tavaly például az Állati Jó Könyvtár kapcsán állatos könyvekből voltak feladatok, és kimentünk az állatkertbe is. Tehát nem csak a könyvtárban voltak ilyen feladatok, hanem az állatkertben. Ugyanígy részt veszünk az Internet Fiesztán, ami egy országos programsorozat, és tavaly évben a fákról, többek között a fákról kerestünk képeket, fotókat, leírásokat, és kiderült, hogy van egy olyan oldal is, hogy fák, amit a net használók töltenek fel képekkel, tehát ez a gyerekeknek egy újdonság volt, és hát remélem, hogy azért majd töltenek fel ők is képeket, mert azért ehhez egy technika kell, amit meg kell tanulni. Tehát van önállóságunk is, és van közös munka is. Eldönthetjük, hogy melyikben hogyan veszünk részt. Ugye van a Janikovszky Éva irodalmi verseny, abban a zsűrizésben veszünk részt, illetve nagyon sok terézvárosi pályázatra író fiatalt és gyereket szoktunk rávenni, hogy vegyen azon is részt, ne csak a kerületi pályázaton, hanem méresse meg magát egy ilyen országos pályázaton is. Tehát ebben részt veszünk. De van, amiben nem biztos, hogy
részt akarunk vállalni. Ez egy szabadság döntés, hogy mit bírunk, ugye, emberileg is, meg hogy mire van igény esetleg itt a kerületben, hogy már azt csinálja egy iskolai könyvtár, akkor nekünk azt már nem kell csinálni. Tehát ebben ez nagyon jó. Most egy ilyen verses összeállításra készülünk, ami hát remélhetőleg ez írásbeli feladatsor a Magyar Kultúra Napján, hát remélem, hogy azt majd sokan megcsinálják. Tavaly évben például volt egy képeslap kiállítás az Istenháza magyarországi és külföldi templomok képeiről, és ahhoz készítettünk egy vetélkedőt, egy 13+1-es totót. Nagyon sokan kitöltötték, és nem gondolnám, hogy azért, mert ajándékkönyvet lehetett kapni, hanem mert tényleg érdekelte őket, hogy meg tudják-e válaszolni ezeket a kérdéseket. És ott is igyekeztünk, az egy idős hölgynek szintén a kiállítása volt, mi szeretjük, hogyha generációk nálunk találkoznak, mert másképpen gondolkodunk dolgokról, ami nagyon jó, de ezt jó összevetni, hogy vajon mit gondol a 80 éves, mit gondol a 16 éves. Ugye most a megnyitón, amit Gál Andrásné Kovács Margitnak a képeit említetted, itt középiskolás és kisiskolás gyerekek is voltak, és ők egész másképpen álltak a képekhez. Ugye a Margó ugye érzelmileg is, mert hogy ő egy kerületi lakos. Ezek a gyerekek és fiatalok nem voltak kerületi lakosok, ők csak megnézték, hogy milyen érdekes irodalmi alakokról van itt egyáltalán szobor. Kiderült, hogy ott jönnek át a téren, és amikor megkérdeztem, hogy na kiket láttatok, hát ők föl se néztek, hogy meg se nézték, hogy van ott három szobor. Tehát, hogy ez a kiállítás arra is jó, hogy aki bejön a könyvtárba, az rácsodálkozzon, hogy itt jövök el minden nap, mennyi gyönyörűség van ebben a kerületben. Például egy bagoly dombormű van az egyik étterem fölött, fantasztikus, ugye a könyvtárnak, a bölcsességnek minden a jelképe. Tehát én tudom mondani, hogy menj el, és fölnézel, és ott egy bagoly. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amik egy kicsit az irodalmunkat is, meg az ismeret, műveltségünket is növelik, hogy egy-egy ilyen kiállítást megnézünk. Ez tökéletes végszónak is. Már csak azért is, mert a következő vendégünk pontosan a képek alkotója, illetve neki a kiállításnak az alkotója lesz. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, köszönem neked, és várunk mindenkit, és aztán folytatjuk a könyvtárba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok. Köszönjük.